Fogarasi Gábor, a Jobbik Pécsi önkormányzati képviselője, a Néppiloti és Sportbizottság alelnöke. Hát némi anomáliát vélt felfedezni a sporttámogatások rendszerében. Melyek voltak ezek? Így van, hát itt több komoly probléma is van, ugye a múltban is emlékezhetünk, hogy itt az elszámolásokkal, ugye az anyagi támogatások elszámolásával mindig is komoly problémák voltak egyes egyesületeknél, de elsősorban itt most arra kellene szerintem gondolni, hogy azt szeretnénk, hogyha a sporttámogatások azok nem hasraütésszerűen szubjektív módon mennének, hanem annak örülnénk, hogyha lenne egyfajta elképzelés irányvonal, illetve lenne egy, nevezzük akár pontrendszernek, ami alapján ezeket a pénzeket szétoszthatnánk. Tehát arra gondolok itt elsősorban, hogy ha van egy sportegyesület, amelyik eredményes akár hazai, akár nemzetközi szinten, akkor legyen egy összeg, amit megkap, vagy egy pontrendszer, egy szorzó alapján, amivel garantálunk egy bizonyos összeget. Míg a másik oldalon ne fordulhasson az elő, hogy olyan sportegyesületek, akik gyakorlatilag semmilyen komoly eredménnyel nem rendelkeznek, viszont annál nagyobb anyagi támogatást kapnak. Tehát ez az, amit mi mindenképpen szeretnénk elkerülni, és ezen változtatni szeretnénk. Ez, ha jól emlékszem, nem egy ördögtől elrugaszkodott ötlet, hiszen éveken, évtizedeken keresztül próbált valami hasonlót kialakítani mindegyik sportbizottság aktuális vezetője. Valahogy mégsem sikerült. Van esetleg valami konkrét elképzelés számokban lefektetett ötlet ebből? Hát emlékezhetünk, hogy ugye 2011-ben jött létrejött egy sportalbizottság, amelynek ugye pontosan elsősorban az volt a feladat, hogy a sportkoncepciót, ugye az új sportkoncepciót megvalósítsuk, és én már ott is folyamatosan ugye ezt hangoztattam, hogy legyen egy ilyen eredményességi ponttáblázat. Most azt kell mondanom, hogy mind ott, mind pedig ugye a bizottságülésen érvelés nélkül tulajdonképpen azonnal leszavazták, és hallani sem akartak erről az elképzelésről. Most nyilván ilyenkor az emberbe felmerül a kérdés, hogyha egy képviselő eleve egy ilyen javaslattal, hogy legyen értékalapú a támogatás, és ezt a képviselőtársaim nem tudják támogatni, akkor vajon ennek mi lehet a hátterében. Tehát akár vehetem alapul az utolsó bizottság ülést is, ahol csak egy módosító javaslatot szerettem volna benyújtani, illetve be is nyújtottam, mégpedig lenne az, hogy azon a sportegyesületek, akik valótlan adatokkal pályáznak, azok a 10 évre automatikusan tiltsuk el a pályázattól. Nos, érvelés nélkül nem messze aztak a képviselőtársaim, és ezt nem támogatták be, valami őszintén számomra ez felfoghatatlan. Visszatérünk kanyarodva itt erre a pontrendszerre, ponttáblázatra. Benne lehet-e vinni az objektív pontrendszerbe például a nézőszámokat, a sportág népszerűségét, azt, hogy lehet, hogy nincs eredménye a sportegyesületnek, de 800 gyerek sportolott? Hát az más, az utánpótlás kérdés. Most nyilván elsősorban ugye mi a versenysport és sport kategóriáról beszélünk, tehát az, hogy hány néző van az utóbbi időben, ugye ezzel már senki sem foglalkozik, elég, hogyha csak a női kosárlabda problémájára gondolunk, tehát ugye hirtelen akkor ott már ekkor összeget mire felkapnának, hiszen jóval kevesebben vannak ott. Én úgy gondolom, hogy a versenysport és sport kategóriában egyetlen egy dolog számít, ez az eredményesség. Minden más csak ezután jön. Hogyha eredményesek, akkor igen, odaadjuk az adófizető polgárok pénzét egy bizonyos mértékig, egy bizonyos határig, de hogyha komoly eredményeket nem tudnak felmutatni, akkor nyilván nem. Az a másik, amit ön mondott, ugye az utánpótlás kérdése, az megint egy másik kérdéskör, de az külön kell tárgyalni, az utánpótlás kérdése. Hány kisgyerek van ott, milyen szinten, mit értek el, milyen edző, tehát ezt külön kell mindenképp választani. Ugye az elmúlt napokban kezdődött meg a női kosárlabdázók volt ügyvezetőjének a büntetőpere. Mennyire sikerült a sporttámogatási rendszerben ennek a tanulságait levonni? Hát sem ennyire. Tehát ugye pontosan azt mondtam el, hogy ugye ezen a módosító javaslatom is, amit benyújtottam, egyszerűen nem akarták elfogadni, illetve hát az ön által említett példa is elég érdekes, hiszen erről az ügyről ugye hiába vagyok képviselő, semmilyen konkrét adatom nincsen, én is csak annyit tudok, amit a médiában hallottam, de ha jól tudom, akkor itt 80 millió forintos összegről beszélünk. Míg ugye a másik oldalon emlékezhetünk a PVSK sportegyesületre, ami ugye nem ugyanaz, mint a női kosárlabda csapat, tehát onnan vonultak ki, ott pedig 250 millió forintnyi közpénzről nincsen számla a városházán. Tehát ez mégsem érdekel semmit, senkit, ebből mégsem lett ügy. Tehát pontosan ezek azok a problémák, amiről eddig is beszéltem, hogy vannak bizonyos sportegyesületek Pécset, akiknek kvázi mindent lehet, másoknak pedig kevesebbet sem. Ennek ez a tipikus példája.